az orosz körözési listára került az ukrán elnök. Még nem tudni, mivel vádolják. Közben folytatódnak a légitámadások mindkét oldalon. Tovább küzdenek az áradásokkal Texasban, több száz embert kellett már kimenekíteni, az esőzéseknek még nincs vége. Május első vasárnapja van, ez az anyák napja Magyarországon, egy hiány 100 éves már ez a hagyomány. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Józsanett vagyok. Orosz körözési listára került az ukrán elnök. Moszkva egyelőre nem közölte, hogy pontosan mivel vádolják Volodymyr Zelenszkijt. Közben újabb légicsapások érték a kelet-ukrajnai Harkiv városát. Az ukrán hatóságok halottakról és sebesültekről számoltak be. Az orosz védelmi minisztérium szerint ipari létesítményekre és katonai célpontokra mértek csapást, amelyekkel az ukrán támadásokra válaszoltak. Sűrű, fekete füstoszlop felé szágoldott el egy ukrán tűzoltóautó szombat délután. Harkivban egy nap alatt ez már a második orosz légitámadás volt. A kelet-ukrajnai megye kormányzója arról számolt be, hogy a reggeli dróntámadás után a várost később rakétákkal is célba vették. A csapást ezúttal nem sikerült elhárítani, egy külvárosi gyárépület teljesen leégett. A közeli lakónegyed kertjeiben alig lehetett látni a füsttől. A konyhában voltam, amikor hirtelen egy robbanást hallottam. Fel se fogtam, mi történt. Azt hittem, egy gázpalack robbant fel, aztán kinéztem az ablakon, és megláttam a füstöt, valami lángolt, mondta egy nő. A hatóságok két halálos áldozatról és több sérültről számoltak be. Az ukrán elnök gyalázatosnak nevezte, hogy Oroszország még húsvétkor is lakott területekre támad. A légvédelemnek szombaton is sok dolga akadt. Reggel 13 iráni gyártmányú Shahed drónt lőttek le, de a nap folyamán további 8 orosz rakétát és 70 irányított bombatámadást észleltünk a határmenti településeinken. Oroszország még húsvétkor sem mond le a pusztításról, mondta Volodymyr Zelenszkij. Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az energiaellátó üzemek elleni csapásaikkal az elmúlt hetek hasonló ukrán támadásait torolták meg. Az elmúlt héten az orosz fegyveres erők összesen 25 csapást hajtottak végre az ukrán energetikai létesítmények, közlekedési infrastruktúra és számos katonai célpont ellen. Mindez válaszcsapás volt az orosz területek ellen indított ukrán támadásokra, mondta a tárca szóvivője. Közben új név került fel az Oroszországban körözött személyek listájára. A belügyminisztérium nyilvántartásában szombaton Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök fényképes adatlapja tűnt fel. A tárca egyelőre nem közölt részletes indoklást. Tovább fokozhatja a feszültséget Emmanuel Macron újabb háborús nyilatkozata. A francia elnök most azt mondta, a gyengeség jele lenne, ha korlátozna magát néhány vörös vonal felállításával. Macron korábban nagy vihart kavart azzal a kijelentésével, hogy nem zárja ki nyugati csapatok küldését Ukrajnába. Elemzők szerint ugyancsak vörös vonalnak számított eddig, hogy a nyugati országok nem engedték meg Ukrajnának az általuk adott fegyverek oroszországi bevetését. Márpedig a brit külügyminiszter most erre is engedélyt adott. Közben az olasz külügyminiszter határozottan leszögezte, Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába. Lengyelország teljes mellszélességgel kiáll Ukrajna támogatása mellett. Erről beszélt az ország külügyminisztere a BBC World-nek, amelyet a Magyar Nemzet szemlézett. A lapban azt írták, Radoslav Sikorski hangsúlyozta, Lengyelország semmit sem zár ki, a katonák Ukrajnába küldését sem. A külügyminiszter azt is mondta, Ukrajnának égető szüksége van légelhárító rakétákra, hogy megvédje iparát, erőműveit és infrastruktúráját. Szerinte sokkal jobb pénzt költeni Ukrajna védelmére, mint később újjáépíteni. Azonban nem a baloldali vezetésű Lengyelország az egyetlen, amely nyugati fellépéssel fenyegeti Oroszországot. Emmanuel Macron a The Economist brit hetilapnak azt mondta, hogy Európa nem maradhat ki az orosz-ukrán háborúból. A francia elnök szerint már nem csak francia, hanem nyugati csapatokat kellene küldeni Ukrajnába. Kijev kapva kapott az alkalmon. Erről számolt be a Magyar Nemzet egy másik cikkében. Azt írták, Oleksij Goncsarenko, az ukrán parlament vezetőjének helyettese szombaton egy francia hírcsatornának azt mondta, akár még Ukrajna is kérheti, hogy európai szövetségesei csapatokat küldjenek Ukrajnába, hogy részt vegyenek az Oroszországgal vívott háborúban. Az olasz külügyminiszter azonban lehűtötte a francia elnök háborús hevületét.
Antonio Tajani azt mondta, mindig is hangoztattuk, hogy nem állunk háborúban Oroszországgal, és ezért nem küldünk olasz katonákat Ukrajnába harcolni. Emmanuel Macron kijelentései a feszültséget növelik. Olaszország közvetlen beavatkozása kizárt az ukrajnai harctéren. Erről már az olasz védelmi miniszter beszélt a Corriere della Sera napilapnak szombaton. Az MTI beszámolója szerint Guido Crosetto érthetetlennek nevezte Emmanuel Macron szavainak célját és hasznát. Az olasz védelmi tárca vezetője hangsúlyozta, a feszültség növelése helyett a diplomáciai párbeszéd minden lehetséges útját kell keresni. A brit külügyminiszter viszont nem csak az évi 3 milliárd fontos, csak nem 1400 milliárd forintos Ukrajnának szánt hadisegély bejelentésével fokozta tovább a feszültséget, hanem azzal is, hogy kijevi látogatásán bejelentette, London nem tiltja meg, hogy a brit fegyvereket akár oroszországi célpontok ellen is bevessék. Ez azért fordulat, mert eddig Kijev nyugati szövetségesei, köztük az Egyesült Államok, megtiltották az ukrán erőknek, hogy a nyugatról szállított fegyvereket Oroszországon belüli helyszínek ellen használják, mert féltek az eszkalációtól. Az Index ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy Cameron megjegyzése éles fordulatot jelent Ukrajna egyik leghűségesebb támogatójának álláspontjában. Azt írták, a britek meglépték, amitől egész Európa tartott. Eszkalálódhat a háború Ukrajnában. Moszkva nem is ment el szó nélkül a francia és a brit kijelentések mellett. A Kreml szerint Macron elnök kijelentései veszélyes irányba mutatnak, a brit lépés pedig tovább növeli az ukrajnai konfliktus körüli feszültséget, és veszélyt jelent Európa biztonságára. Ezzel egy dolgot érhetnek-e, hogy felbőszítik az oroszokat? Ukrajna nem nyerheti meg a háborút azzal, ha a brit rakétákat oroszországi célpontok ellen veti be, jelentette ki az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai szakértője a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Horváth József arra figyelmeztetett, hogy ezek a lépések csak még tovább növelik a feszültséget a Nyugat és Oroszország között. Figyelnünk kell arra, hogy az oroszok hogy reagálnak. Az orosz külügyi szóvivő azért keményen jelezte azt, hogy ez abba az irányba tolja az eseményeket, aminek a végét akár egy eszkaláció spirál is jelentheti. Hozzátette, úgy kockáztat a Nyugat, hogy nem is mérik fel, mivel játszanak. Mert a fegyveres konfliktus tovább terjedésének egész Európa látná a kárát. Azt mondta, egy esetleges harmadik világháború első pusztító összecsapását itt Európában vívnák meg. Újabb felsőoktatási intézményben kellett feloszlatni a palesztinpárti tüntetést az amerikai hatóságoknak. A tüntetés hullám már Európát is elérte. Palesztinpárti megmozdulást tartottak brit, francia, svájci és belga egyetemeken is. Esernyőkkel sorakoztak fel a palesztinpárti tüntetők a rendőrsorfallal szemben az amerikai Virginia Egyetemen, bár az intézmény vezetése a megmozdulást először engedélyezte, azt határozottan megtiltották, hogy a demonstrálók sátrakat állítsanak fel. A rendőrök könyvgázt is bevetettek, hogy felszámolják az Izrael ellen tiltakozók illegális táborát, 25 embert vettek őrizetbe. Azonban, ahogy az amerikai rendőrök felszámolnak egy egyetemi megmozdulást, egy másik intézményben új tüntetés kezdődik. A demonstrálók szabad Palesztinát és a gázai harcok beszüntetését követelik. Országszerte arra szólítják fel az egyetemeket, hogy ne üzleteljenek Izraellel vagy olyan vállalatokkal, amelyek szerintük támogatják a közel-keleti háborút. Hiszem, hogy ha összecsapásokra kerül sor, akkor kijutok belőle, és azt mondhatom, hogy helyesen cselekedtem. Kiálltam a véleményem mellett, volt gerincem ahhoz, hogy felszólaljak a gázai népirtás ellen, mondta egy kaliforniai egyetem diákja. Az elmúlt napokban tanástalanul áldogáltak az egyik New York egyetem hallgatói, miután nem jutottak be a tantermekbe. Az intézmény több épületét ugyanis a palesztinpárti tüntetések feloszlatása után sem lehetett használni. Volt olyan egyetem, ahol a tiltakozásokon gyakori antiszemita hangok miatt tanszünetet vagy távoktatást rendeltek el a zsidó diákok védelmében. Az antiszemitizmus felerősödik minden alkalommal, amikor Izrael megjelenik a hírekben. Láttam néhány igazán nyugtalanító, szörnyű és gyűlölködő megnyilvánulást, amelyek az ország legjobb egyetemei hangzottak el, panaszolta egy egyetem zsidó diákja. Az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben több mint 2400 tüntetőt vettek őrizetbe a hatóságok 47 felsőoktatási intézményben. Az egyetemek sok hallgató tanulói jogviszonyát fel is függesztették, amiért részt vettek az Izrael ellenes megmozdulásokon. A héten a jemeni Huszi milícia által irányított Sana'i Egyetem bejelentette, hogy helyet biztosít a felfüggesztett amerikai diákoknak. Az intézmény vezetése szerint néhány nap alatt többen jelentkeztek hozzájuk, emellett azt remélik, hogy más egyetemek is csatlakoznak hozzájuk és befogadják a palesztinpárti tüntetőket.
Az egyetemi tüntetés hullám már Európát is elérte, palesztinpárti megmozdulást tartottak Manchesterben, de más brit városokban is sátortáborokat állítottak fel a felsőoktatási épületek előtt. Több százan vonultak utcára a svájci Lausanne-i egyetemnél is, amelynek egyik előcsarnokában csütörtök óta táboroznak a gázai harcok beszüntetését követelő tüntetők. Az intézmény vezetése szerint működésük átlátható, de igyekeznek felmérni Izraellel fennálló kapcsolataikat, hogy meg tudjanak egyezni a tiltakozókkal. A svájcihoz hasonló épületfoglalást tervez hétfőtől több diák szervezet Gentben, a belga város egyetemén már tartottak palesztinpárti megmozdulást, a tüntetők cipőket tettek ki, amelyek a gázai harcokban elhunyt palesztin civileket jelképezték. Világháborútól tartanak az európaiak, és az illegális bevándorlás elleni erősebb fellépés sürgetik. Ez derül ki abból a felmérésből, amelyet tegnap tett közzé egy francia közvéleménykutató cég. Az összes válaszadó 62%-a tart attól, hogy világháború robban ki. A felmérés szerint 10-ből 7 európai állampolgár szerint túl sok bevándorlót fogadott be a hazája, és a válaszadók 85%-a mondta azt, hogy több intézkedésre van szükség a bevándorlás elleni küzdelemben. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en azt mondta, nem az a megoldás, hogy a migránsokat oda telepítik, ahol eddig nem volt probléma. Sikertelen próbálkozás után a horvát határ irányából csalódottan gyalogolnak vissza a táborba a migránsok Bosznia-Hercegovinában. Illegálisan akartak átszökni az Európai Unióba, de nem sikerült nekik. A csoport egyik algériai tagja azt mondta az M1-nek, nagyon sok gondja van az EU-val, és ha egyszer sikerül eljutnia a célországig, mindenért bosszút fog állni. Harcolni fogunk mindenki ellen, aki problémát okoz nekünk. Az én apámnak rengeteg pénze van, ő milliómos. Ezek az emberek tönkretesznek minket, de eljött az idő, hogy odavigyük a bombát, mondta mérgesen a migráns. A balkáni útvonal népszerűsége továbbra sem csökken a migránsok körében. Bosznia-Hercegovinában jelenleg több ezren várják a továbbjutást, de új csoportok is folyamatosan érkeznek. A legnépszerűbb célországaik Németország, Franciaország és Olaszország. Csak hogy ezek az országok jelenleg is túlterheltek, Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök a napokban egy interjúban már közölte, Afrika és Európa közötti hajóblokkáddal akarja megfékezni az olasz partok felé tartó migrációt. Vote is closed. Az Európai Unióban mégis az új migrációs paktumban látják a megoldást. Ez szolidaritást és kötelező felelősségvállalást ír elő. De azt is kimondja, hogy a tagállamoknak választaniuk kell, vagy befogadnak migránsokat, vagy fizetnek. Magyarország azonnal közölte, ellenzi a tervet. Emmanuel Macron pártjának EP lista vezetője viszont most egy televíziós vitaműsorban kijelentette, hogy Franciaországhoz hasonlóan Magyarországnak és más közép-európai országoknak is migránsokat kellene befogadniuk. Miért mindig szisztematikusan Franciaországnak kell befogadnia a menedékkérőket? Tette fel a kérdést Valéry Ayé, majd úgy folytatta, miért nem Orbán Viktornak, a cseheknek, a szlovákoknak, a románoknak, a lengyeleknek? Ez lenne a szolidaritás. Senki nem kényszerítette Franciaországra azt, hogy a saját politikusaikat kivéve, hogy befogadjanak illegális migránsokat tömegesen. Azok az országok, amelyekbe túl sok illegális migráns érkezett az elmúlt 10 évben, most már szabadulnának tőlük. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György rámutatott, nem az a megoldás, hogy oda telepítsék őket, ahol eddig nem volt probléma. Egy közös megoldásra volna szükség, és ezen belül azon magyar tapasztalatoknak a messze menő figyelembevételeire, amelyet 2015 óta az illegális migráció elleni küzdelemben mi szereztünk. Ez a határok szigorú őrizete és a menekült kérelem Európai Unión kívüli benyújtási lehetősége. Bakondi György hozzátette, az EU migrációs paktumának minden eleme a mágnes hatást erősíti, így nem lehet tőle azt várni, hogy javítana a migrációs helyzeten. Rámutatott. Jó lenne, ha a politikai vezetők, akár a háború, de a migráció kérdésében is meghallanák az emberek szavát, azt, hogy mit gondolnak a saját biztonságukról, hazájukról és az idegenek befogadásáról. Erről pedig számos felmérés készült az elmúlt időszakban.
Orosz-ukrán háború és illegális bevándorlás. Ezektől tartanak leginkább az európaiak. Erről a Magyar Nemzet számolt be. Alap egy francia közvéleménykutató cég felmérését közölve rámutatott, 10-ből 7 európai állampolgár szerint túl sok bevándorlót fogadott be hazája. A válaszadók zöme azt mondta, hogy több intézkedésre van szükség a bevándorlás elleni küzdelemben. Az európaiak problémái között a legfontosabb között szerepelt az orosz-ukrán háború is. A megkérdezettek 38%-a szerint jelent súlyos problémát a konfliktus. Az összes válaszadó 62%-a tart attól, hogy világháború robban ki. A bevándorlási hatóságok megkezdték azoknak a Nagy-Britanniába illegálisan érkezett menedékkérőknek az őrizetbe vételét, akiket a kormány tervei alapján Ruandába telepítenének át. Az első charterjáratok 9-11 hét múlva indulhatnak. Szakértők szerint jogvédő szervezetek meg fogják támadni a bíróságon az áttelepítést lehetővé tevő törvényt. Londonból Kertész Róbert tudósított. A belügyminisztériumnak jelenleg 2200 férőhelye van. Azok számára, akiket ruandai áttelepítés céljával vesznek őrizetbe, de tudnunk kell azt is, hogy jelenleg 52 ezeren vannak Nagy-Britanniában olyanok, akik illegálisan léptek be az országba menedék jogi kérelem benyújtásának céljával, tehát nagyon nagy a különbség, és ez is jelzi, hogy nagyon komoly átfutási idő várható, ha egyáltalán ez a program elindul. Ismét késes támadás volt Ausztráliában. Perth külvárosában egy 16 éves fiú súlyosan megsebesítette egy embert, majd a kiérkező járőrökre is rátámadta. Fiatalt lelőtték, később belehalt sérüléseibe. A késes támadásban megsérült középkorú férfi súlyos, de stabil állapotban van. Roger Cook, a szövetségi állam miniszterelnöke sajtótájékoztatóján elmondta, vannak arra utaló jelek, hogy a 10 éves késes támadó az interneten radikalizálódott. Elmondta azt is, jelenleg úgy tűnik egyedül cselekedett. Sajtóértesülések szerint a tínédzsernek mentális egészségügyi problémái voltak. A nyugalom megzavarására alkalmas képsorok következnek. Több mint 30-an megsérültek, amikor egy elszabadult teherautó a tömeg közé gurult Kirgizisztánban. A kiengedett kézifékű jármű sok embert magával sodort, amikor leszáguldott egy domboldalon. A több ezres tömeg egy versmondó versenyre gyűlt össze. A baleset óta több gyermeket még mindig a kórházak intenzív osztályán ápolnak. Az országban nagy hagyománya van a szabaló versenyeknek, mivel a Manasz című kirgiz hőseposz a leghosszabb a világon. Az incidens után a kirgiz kormány elrendelte, hogy gyermekek nem vehetnek részt hasonló eseményeken. Tovább küzdenek az áradásokkal az Egyesült Államokban. Van, ahol két havi csapadék esett egyetlen nap alatt, már több száz embernek kellett elhagyni az otthonát. Az esőzések a következő napokban is folytatódnak. Derékig érő vízben várta a mentőcsónakot ez a texasi férfi. A mozgáskorlátozott háborús veteránt is ki kellett menekíteni, és még több száz embert Houston környékén. Texasban és Louisiana egyes részein a hetek óta tartó esőzések miatt megteltek a víztározók, és a talaj is teljesen átázott. Nem tudja már elnyelni a vizet. Ez a legnagyobb árvíz, amit valaha láttam a pályafutásom során, mondta egy texasi vadőr. Néhány Houstontól északra fekvő településen pedig egy nap alatt annyi eső esett, mint máskor két hónap alatt. A csapadék elárasztotta az utakat, a folyók pedig kiléptek medrükből. Az előrejelzések további esőzést jósolnak, ezért több család evakuálási riasztást kapott. Sokan döntöttek úgy, hogy elhagyják otthonukat. Nem tudjuk, mi lesz, ezért inkább csak távozunk, elvisszük holmiainkat, mielőtt még rosszabb lesz, mondta egy férfi. Az eheti viharok csak a legújabbak voltak a brutális időjárási események sorában, amelyek április eleje óta sújtják az államot. Tornádók és jégesők tucatjairól számoltak be, Kelet-Texasban pedig hónapokig esett az eső, aminek következtében a folyók vízszintje a 2017-es Harvey hurrikán okozta vészes szintre emelkedett. Elég durva a helyzet, bár egyelőre nem olyan rossz, mint amit a Harvey okozott. A mögöttem lévő házban élek. A Harvey alatt 3 méter magasan állt a víz, de úgy tűnik, hogy most nem lesz olyan rossz a helyzet. Viszont még mindig sok esőre számítunk, ezért igyekszünk a lehető leggyorsabban kiüríteni otthonunkat, mondta egy férfi.
Az Egyesült Államok déli államában az alacsonyan fekvő területeken gyakoriak az áradások. Szakértők szerint az egyre sűrűbben lakott állam központjának csatornarendszere elöregedett, ezért teljesen fel kellene újítani. Magyar Péter jelöltje nemrég még narcisztikus idiótának tartotta Magyar Pétert, erre hívta fel a figyelmet a Mandiner. A portál szerint Varna Judit, aki a 10. kerületben indul Magyar Péter jelöltjeként, április elején még így fogalmazott a volt igazságügyi miniszter, volt férjéről, idézem: aki egy szemmel láthatóan narcisztikus idiótát a feleségével szemben védott, meg kell szólalni. Úgy vélte, hogy alávaló egy színjáték, amit Magyar Péter művel, valamint hogy a volt férj verbális abúzust követett el, ami Barna Judit szerint gyomorforgató. A jelölt elismerte, hogy ezeket egy hónappal ezelőtt ő írta. Magyar Péter jelöltje nemrég még narcisztikus idiótának tartotta Magyar Pétert, írta meg a Mandiner azután, hogy kiderült, Barna Juditot indítja polgármester jelöltként a 10. kerületben a volt igazságügyi miniszter volt férje. A lap felidézi, a mostani jelölt egy hónapja még ezt írt a Magyar Péterről, idézzük, bármi is derül ki erről a baromról, a rajongók tábora nem fog apadni. Egy másik kommentben pedig úgy fogalmazott Barna Judit, aki egy szemmel láthatóan narcisztikus idiótát a feleségével szemben véd, ott meg kell szólalni. Magyar Péter jelöltje akkor írta a bejegyzést, amikor már közismert volt Varga Judit interjúja. A volt igazságügyi miniszter Hajdú Péternek arról beszélt, hogy volt férje eljátszott egy öngyilkosságot a gyerekeik szeme láttára. Nem szólalt meg, és csendben maradt, és ott volt egy ilyen szanaxos levél, úgyhogy már csak egy darab volt benne a 10-es levélen, nem tudtam, hogy most egyet vett be, vagy 9-et, vagy 8-at, tehát hogy ezt így én nem kockáztathattam nyilván. Ez alapvető emberi kötelesség, úgyhogy fogtam, felhívtam a mentőket, és hogy letettem a telefont, felkelt, mint egy ilyen Netflix sorozatban, rám nézett üveges tekintettel, mondd le őket, nem vettem be semmit. Varga Judit azt mondta, a Magyar Péter nem várta meg a mentők kiérkezését, mire megérkeztek, ő már elszökött. Varga Judit állítását igazolja a Bors birtokába jutott jegyzőkönyv is, amit a lap szombaton hozott nyilvánosságra. Ebből kiderül, hogy egy 40-es férfihez gyógyszermérgezési tünetek miatt riasztották a mentőket tavaly februárban. A dokumentum arra is kitér, hogy a beteg ismeretlen helyre távozott. A Bors úgy fogalmazott, Magyar Péter csak eljátszotta az öngyilkosságot, hogy megijessze, terrorizálja a feleségét és rémült gyerekeit. Barna Juditot időközben megkereste a Magyar Hang, üzenetben kérdezték tőle, hogy összeegyeztethetőnek tartja-e a Magyar Pétert élesen bíráló mondatait azzal, hogy éppen az ő jelöltje lett. Barna Judit elismerte, hogy a bejegyzéseket ő írta, de hozzátette, hogy azóta megváltozott a véleménye. Holnap zárul az új otthon felújítási program tervezetének társadalmi egyeztetése, amelyek alapján június elejéig véglegesítik a 108 milliárd forintos felhívást. Az állami támogatás egyik fontos újdonsága lesz, hogy egy árfigyelő rendszer is kapcsolódik majd hozzá. A gazdasági versenyhivatal által már jelenleg is működtetett árfigyelőhöz hasonló megoldással az építőanyagok áráról tájékozódhatnak majd azok, akik korszerűsíteni szeretnék ingatlanjukat. Nyula, nézzétek, meg mindjárt kapcsolom a villanyt. Ez az egyik a jelenleg több tízezer felújítás alatt álló ház közül, amiknek a száma júniustól még tovább nőhet azzal, hogy hamarosan startol az otthonfelújítási program. Ennek köszönhetően szakemberek becslése szerint legalább 20 ezer 1990 előtt épült családi ház válik korszerűbbé, energiatakarékosabbá. Nagy Márton 3 éve vásárolta Egerben ezt a 200 négyzetméteres családi házat, azóta is folyamatosan dolgozik rajta. Az otthonfelújítási program április elejé bejelentését követően rögtön elhatározta, mindenképpen pályázni fog. Szeretnénk kicserélni a nyílászárókat, leszigetelni a házat, és ezáltal szerintem meg tudunk takarítani 30%-ot az energia árakon. Ez, vagyis a legalább 30%-os energetikai megtakarítás elérése a legfontosabb feltétele az állami segítségnek. Egy beruházás legfeljebb 7 millió forint lehet, amihez 6 millió forint támogatás igényelhető. Ennek egy része visszatérítendő kamatmentes hitel, a másik része pedig vissza nem térítendő támogatás, aminek mértéke elsősorban a járások jövedelmi viszonyai alapján 2,5 illetve 3,5 millió forint között változhat. Az otthonfelújítási program tervezetét április 26-án bocsájtották társadalmi egyeztetésre, aminek a határideje május 6-án hétfőn zárul.
A végleges programot a társadalmi és szakmai észrevételek lezárását követően június elején teszi majd közzé a kormány. Az előzetes információk szerint sokan véleményezték a 108 milliárd forintos felhívást, amelynek részletei több fontos újdonságot is tartalmaznak. Az energiaszakértő ezek közül kiemelte azt, hogy az épületeknek nem kell a vezetékes földgázhálózatra csatlakoznia, így jelentősen bővülhet a pályázók köre. Fontos változás az is, hogy a vissza nem térítendő támogatások arányát nem csak a járások átlag jövedelme, hanem a pályázó jövedelme is meghatározza. Egy alacsonyabb jövedelmű, de magasabb jövedelmű járásban élő pályázó magasabb visszanemtérítendő támogatásra, egy magasabb jövedelmű pályázó, aki alacsonyabb jövedelmű járásban lakik, pedig alacsonyabb visszanemtérítendő támogatás arányra pályázhat. Egy árfigyelő rendszer is része lesz az új otthonfelújítási programnak. A gazdasági versenyhivatal által már jelenleg is működtetett online árfigyelőhöz hasonló megoldással az építőanyagok áráról is tájékozódhatnak majd azok, akik korszerűsíteni szeretnék ingatlanjukat. Elemzők szerint így elejét lehet venni, hogy elszabaduljanak az árak. Csupán néhány kattintás kell az egyes építőanyagok árainak összehasonlításához, ami versenyhelyzetet teremt az eladók között, így csökkenhetnek az anyagköltségek, ami a kivitelezési kiadásokat is visszafoghatja, hiszen a vállalkozások az anyagköltségek alapján határozzák meg munkadíjukat. Az otthonfelújítási program június 3-án indul, majd 2025 végén zárul. A program mindenképpen hozzájárul az építőipar élénkítéséhez, és így a gazdasági növekedéshez. És segít a családoknak is, hogy könnyebben tarthassák fogyasztásukat a rezsivédett sávhatár alatt. Ma van anyák napja, itthon csak nem 100 éve emlékeztek meg erről először. 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. A közmédia csatornáit tematikus műsorokkal, saját gyártású tartalmakkal és a család fontosságát bemutató filmekkel köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. Egyik legszebb szavunk az élet, amit édesanyánktól és az őseinktől kaptunk, valamint a család és a haza, ahol biztonságot találunk, bármit történjék is a világban, mondta a miniszterelnöki főtanácsadó Porván. A Veszprém vármegyei községben szervezett édesanyákat köszöntő rendezvényen Szili Katalin úgy fogalmazott, a gyermekek jelentik a jövőt, és nincs náluk igazi boldogság. Mi magunk tudjuk azt, hogy ez a legnagyobb boldogság, de ez jelenti a jövőt, a közösség építését, és azt, hogy biztonságban tudhatjuk őket a hétköznapokban, és ezt biztosítja a mindennapokban a család. Az édesanyák biztonságra vágynak, a kormány családpolitikája 2010 óta ezt a kiszámíthatóságot és biztonságot támogatja, erről beszélt a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke az M1-en. Kardosnyi Gyurkó Katalin hangsúlyozta, a családok biztonságához járul hozzá az is, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból. 2010 óta a kormány folyamatosan igyekezett támogatni a családokat és az édesanyákat is. Gondoljunk például a 4 gyermekes édesanyáknak a személyi jövedelem adómentességére, vagy most már a 30 év alatti fiatalok is, hogyha gyermeket vállalnak, személyi jövedelem adómentességet élveznek, de különböző támogatások segítik azt, hogy gyermeket vállaljanak a családok, a fiatal nők édesanyává váljanak. A játék Sikert sikerre halmozza most vagy soha című az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legfontosabb napját bemutató magyar történelmi kalandfilm. A Kárpát-medence számos településen teltház előtt bemutatott alkotást az RMDS segítségével a Kismagyar-erdélyi és párciumi településekre is elviszik, hogy minél többen megismerhessék március 15-e krónikáját. Gyalogosan, kerékpárral és gépkocsival érkeztek a köröstárkányiak a Most vagy Soha című film vetítésére a helyi kultúrházba. Az alkotás a márciusi ifjak egy napját mutatja be a forradalom kitörésekor. Diákjaink körében a legismertebbek az 1848-as márciusi események, melyeket dalokon
verseken, prózákon keresztül tudnak a gyerekek feleleveníteni minden évben, amikor megemlékezünk nemzeti ünnepünkön. De ez a mai filmvetítés még jobban elmélyíti bennük azokat az ismereteket, amelyeket fontos tudniuk magyarként. Az 1000 lakosú magyar községben először tartottak közösségi filmvetítést. A vándormozi célja, hogy a Kárpát-medence kis településeire is eljussanak a magyar filmek. Ezzel a filmmel, március 15-i erdélyi premierrel ez különösen megvalósul, ez a kezdeményezés, és erősíti a nemzeti öntudatot. Mindegy, hogy tömb magyarságban vagy szórványban élő magyarokhoz visszük. Szabó Ödön, Bihár megyei RMDSZ-es parlamenti képviselőjelölt a magyar közösségi élmény fontosságára hívta fel a figyelmet. Nagyon jó kezdeményezés az, hogy most végre vissza tudtuk vinni ezekre a településekre is ezt az élményt. Olyan lehetőség, amely ezzel a filmmel, a Most vagy Soha, annak a történelmi pillanatnak március 15-ének állít emléket, amelyet minden településen megünneplünk. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog volt, hogy az RMDSZ lehetővé tette, hogy a szórványtól elkezdve egész a tömbig mindenkinek elővehetővé váljon az a filmkultúra, amiben élünk, és az az élmény, amit ezt tud adni. A vetítés végén a nézők vastapsal jutalmazták a filmet ugyanúgy, ahogyan az már sok más kárpát-medencei településen is megtörtént. A Most vagy Soha című filmet vasárnap este Szilágy Bagoson, hétfőn pedig Szilágy Cseben vetítik. A játék lesz a téma a Delta mai epizódjában. Megszólal Juhász Roland, válogatott labdarúgó és egy társasjáték tervező is. Kiderül majd az is, hogyan tud gyógyítani egy társasjáték. A hírekkel ezúttal is Bíró Ada jelentkezik, aki a hazai televíziózás egyedülálló mesterséges intelligenciával megalkotott műsorvezetője. A Delta ma 16 óra 10 perctől látható a Dunán. A játékon túl enni is érdemes, mert számos gyógyhatása van. Méregtelenítő és vízhajtó is. A természetgyógyászok a növény valamennyi részét hasznosítják. A gyermeklánc fűjótékony hatásairól is ízelítőt ad a következő epizódban a Delta Hírek műsorvezetője. Ha fizetésemelésért tárgyalunk a munkahelyen, ha alkudozunk a piacon, vagy akár a szomszédunkban zajló háborút elemezzük, mindegyiknek a tudományos alapja a mai témánk. A játék... A játékelmélet. Bíró Ada a hazai televíziózás jelenleg egyedülálló alakja, akit mesterséges intelligencia segítségével alkottak meg. A képi és nyelvi modellnek nem csak a megjelenése, de még a hanghordozása is, a gesztusai is nagyon emberiek, ő mégsem valódi. Bíró Ada az aktuális híreken túl ezúttal meglepetéssel is készül, különleges recepteket oszt majd meg a nézőkkel a közösségi oldalán, amelyek kapcsolódnak a Delta új epizódjához. A téma ezúttal a játék lesz. Mai napig engem is kiráz a hideg, ha visszagondolok arra a pillanatra, amikor az első mérkőzésemre készültem is. Juhász Roland 95-szörös válogatott labdarúgó, bár már visszavonult a profi sporttól, azt mondja, a játékosság egész életében jelen van. A műsorban pedig azt is elárulja, mire tanította a futball. Mióta az eszemet tudom, kitölti a minden nyelvén, mint a labdarúgás, mindig valamilyen apró célt tűztem ki magam elé a futballban is, ezt az életben is ugyanígy. Persze merek álmodni nagyokat, meg kell is álmodni nagyokat, de alapvetően tényleg a fokozatosság elvén haladva lépegettünk előre. A Delta következő epizódjában most is látványos grafikák és animációk színesítik a beszélgetéseket, amelyek ezúttal a közös játékot is népszerűsítik. A műsorban megszólaló társasjáték tervező szerint a jó játék nem csak közösségi élményt ad, de fejleszt és akár gyógyít is. A jól megválasztott játék gyógyít. Házasságokat, kapcsolatokat menthet meg, közelebb hozza játékosokat egymáshoz. Érdekes, hogy az agyam tudja, hogy ez csak játék, a szívem viszont érez. A Delta következő adását és benne Bíró Ada híreit 16 óra 10 perctől láthatják a Dunán. Ez volt a Híradó Déltől, maradjanak velünk, már is kezdődik a Nemzeti Sporthíradó. Maruzsa István várja Önöket.